itt nem tudok felkészülni a testületi ülésre. Én ezt tisztelettel a jegyzőasszonynak átadom, vagy akár a főjegyzőasszonynak, nekem mindegy, és én a testületi ülés további részében nem kívánok részt venni. Feszült a helyzet Kismányokon. A német önkormányzat vezetője több oldalas beadványban írta meg sérelmeit, melyben kifejti, nem vonják be a legnagyobb lélekszámút képviselő önkormányzat tagjait a település életének szervezésébe, és kimaradnak a közös ünnepekből is. Nem mutathatták meg értékeiket a Váramegye értéknapon, a település tandján, és nem kaptak meghívást a trianoni megemlékezésre sem. Aki ott volt, székelyruhában volt ott, én nem sérelmezem a székelyruhát, hordják büszkén, de mi is büszkén viseltük volna a sváb népviseleti ruhánkat, mi is oda kötöttünk volna egy szallagot a keresztre, hiszen annak ellenére, hogy mi csak úgymond kisebbségek vagyunk, mi is Magyarországon születtünk, magyar állampolgárok vagyunk, a mi szívünk is ezért a hazáért dobog, és nekünk is fáj Trianon. A település vezetője azt mondja, egyetlen civil szervezetet sem hívtak, a falu egészét várták az ünnepre. Én úgy gondolom, hogy méltó megemlékezést tartottunk a trianoni döntésről, úgyhogy én szerintem ez teljesen rendben volt, ez a rendezvény. Külön, én mondom, senki nem lett megszólítva, de viszont a település minden lakója meg lett hívva. Simon Lászlóné azt mondja, a településen minden népcsoport szerephez jutott Kismányok életének szervezésében, és ezt a hagyományt zúzza most szét a település vezetése.